A videót a notbook.hu támogatta. Szevasztok srácok, nincs hangom, de elérkeztünk a következő részhez, úgyhogy fogadjátok sok-sok-sok szeretettel. Komolyan nincs hangom. Ja, és a zenés csatornára is iratkozzatok fel, tudjátok, itt van a leírásban. Most hétvégén már forgatunk is rá videóklippet, és terveink szerint nagyjából egy hét múlva már meg is jelenne ott. Úgyhogy az is itt van a leírásban. Na, gyerünk, jó szórakozást! Szép jó napot, uram! Jó napot, uram! Egy 5 percen belül ott vagyunk. Nagyszerű, oké. Okay. Az autók már felálltak. Jó, megyünk. Köszönjük. Viszont. Ja, bocsom, hogy... Jó napot, így van. A kaszinóhoz mennénk. Vagy lóversenypálya, ahogy tetszik. Ja, értem. Ilyen nekedek a soros derbire? Igen. Így van. Oda tartunk mi is, csak kisebb problémák adottak. Jézus, hogy Jóisten. Köszönjük szépen. Hát, inkább nem mennék most bele, komolyan mondom. Értem. Az autó köddé lett. Annyi fontos. Igen. Mennyivel tartozunk, uram? Nem sem ennyivel, én sem egyébként oda fogok tartani, nem sokára. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük voltam, szépen. Igazán nincs mit. Ön is fog versenyezni esetleg? Igen. Hát wow, akkor gyakorlatilag is, ellenfelek leszünk. Igen. Csak még előtt egy kicsit átöltözök, hajam a tentből, akkor meg aha. Volt már ilyenen egyébként? Ilyen roncs derbin? Ha jól tudom, itt a városban ez az első ilyen, szóval még nem voltam érteni. Oké. Nagyszerű. És ennek milyen járművel fognak indulni? Én az iskolabuszt választottam. Én is azon gondolkoztam, hogy egyébként érdekes lehet az. Én a Ladát. Azt hiszem Lada talán az a terepjáró. Én az iskolabuszon vagy a furgonon gondolkoztam, de még nem döntöttem. Aha. Kíváncsi lesz. Ott is döntett a helyszínem? Hát ilyen prémium vendég vagyok. Hát mi egyszerű kis csicskák vagyunk. Mi azért befizettük azt az 5 kilót fejenként. Én is befizettem, csak még nem tudom. Értjük. Itt jó is lesz, hát nagyon szépen köszönjük. Nagyon köszönjük, tényleg. Biztos nem fogad el pénzt? Elgondolkodj annyi. Uram, biztos nem fogad el pénzt? Hát akkor nagyon szépen köszönjük. Köszönjük. Viszlát. Viszlát. Na, hát... Figyelj, megjöttünk, tesó. Megjöttünk. Itt az idő nyomni. Igen. Ajajaj. Gyakoroltál? Dehogy gyakoroltál? Hát mivel? Várjál, tesó. Mondjad. A tactics, mi lesz? Nekem az, hogy inkább próbálok mindent kivédeni, azt a végére várakozok. Figyelj, én ugyanez, tehát próbálom elkerülni. De közben belegondolsz, mi is egymás ellen vagyunk. Tudom, de tehát eleinte ne akadályozunk egymást. Nem. Én nekem az a tervem, hogy próbálok passzív maradni, és ez az egyik, igen, a másik, hogy nekem jönnek mindent, nem tudom, az a baj, hogy fogalmas is, mennyire lesz szívós az, menjünk igen, oda, nehogy lemaradjunk, menjünk, ne, menjünk, idő menjünk. Van, menjünk, de ugyanez volt az elképzelés. De akkor ez a tactics. Így van. Izgulok, bassz meg. Én is nagyon. Azt a lámbót nézd. Hát nem ezzel fog derbizni, vajon? Nem az a nyeremény. Aha. Az talán ugyanolyan. Jó napot! Tiszteletem, tudunk segíteni bármilyen? Vagy egy raptor? Jó napot, jelentkeztünk a roncs derbire mindketten. Versenyzők? Igen, ők versenyzők. Isten hoztam magukat, jöjjenek be. Jó napot! Jó estét, köszönjük. Majd a főnök úr átveszi önöket. Jó. Gyerünk, Taraj kapitány. Merre megyünk? Kövess. Ott a Tarajos úriember kövessék. Őt. Tarajos úriember. Oké, megvan. Az összes versenyző jöjjön, aki versenyzik akkor velem. Jó, Isten, srácok, ilyen nagy ruszkodó. És ott vannak a buszok, beszarsz. Ott vannak? Én azt mondjam, hogy azért nem akarok buszra menni, mert szerintem azok lomhák lesznek. De lehet, jó, de még másabbak. Tudtok választani újat, hogyha... Én a busznál tartok ki. Nyed, de fullos.
Igazából most, aki válaszoltok, akkor fel is állhattok a pályára. Csak kis türelemmel még pár versenyző nem érkezett meg. Addig próbálgathatjátok, hogy hogy gyorsan. Ja, próbálgathatjuk. Jaj, de jó. Akkor jó. Bármelyiket választhatom? Vagy... Igen, bármelyiket. De még lesz egy harmadik fajta is. Mindjárt jó, a fekete istenség mindjárt intézi. Én nem. Akkor én csak kettő lesz? Te gyerek. Jó. Hangra? Te mivel indulsz? Nem tudom. Öltönybe. Mit megy? Válaszhatok. Srácok, csak ne essek ki túl korán. Hát én az izébe beszéltem, a hoppá. Atyaisten! Hát azért ez is lomha. Ajajaj, lomha ez. Nem akarom annyira nyomni, mert hallod, kifogy a benzin. Igen, eléggé lomha, de az a busz, az áll az igazi. Jóó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 
gyerek! Addigra kinappalodik. Csihallod. Na mindegy, hát jó lesz ez. Ezzel azért lehet nyomni neki. Nem mondom, hogy olyan durván, de... De azért nem lesz ez itt rossz. Aha, jó van. Jó van, beállunk ide, aztán akkor várakozunk. Aztán meglátjuk, mi lesz. Na hát ezzel azért parkolni meg kell tanulni. De hát szerintem jó az itt így. Ágám. Egyni. Hoppá! Jó. Ó, te gyerek! Srácok, hát szurkoljatok! Na, no, de elegánsan szállsz le, hallod? Figyelj, te só! Na, milyen? Jó, tényleg lomha, hogy amit láttál, az nyilván üveg volt, tehát, hogy üvegen mentem. Figyelj, ez meg ilyen, ilyen babod. Ez milyen? Hát, annyira nem lomha, de azért nem olyan brutálisan fürge. Oké. Én a busz mellett maradok, az egyértelmű. Persze, hát én emellett, ez jó, ja, teljesen. Ja, ja. Mondjuk szétadom. Azt hittem nagyobb amúgy. A busz? Nem, a buszra is azt hittem egyébként, hogy így magasságra. Uram, mindegyikben van elég benzin? Ebben egy picit kevés van. Nem tudom, hogy az elég. Ebben kevesebb van, mint a fele, de... Ebben is kevés van. Hozzunk kannákat, jó? Te is, Sziszka, menj el hozzá kannát. Kocsi hátuljába is dob be, meg hozd magad be is egyet. Vagy nem tudom. A fasz a gyerek, Finucci. Az mi? Az micsoda? Nem tudom, nem tudom. És tudja, és tudja. Ez mi? Hallottam már ilyen neveket. És tudja. Sajnos ilyen becenevet kaptam, úgyhogy. Jó lesz. Jó az. Szilveszter révén, ugye. Ja persze, vágom. Az se rossz, lehet olyat akarok, az ott. Az a piros, az nem volt csúnya. Hát nem túl fickós. Figyelj, én érzem a bugit, ezt én hozom. Ezt meg fogom nyerni, ezzel a busszal. Hallod, ezt nekem már olyan a púzuson beszarsz. Én megállom, ezzel szerintem keresztbe baszod, aztán... BAM! Yeah. Azaz. Jó lesz ez. Jó lesz ez. Tesó, az mit lenne, én meg felszállnék ide neked izinak. Félek egyébként, mert én is indulok, remélem azért. Utasnak. Keményen hátulról, tudod? Hát majd meglátjuk, majd bedöngetek. Ki itt a főnök? Tartok tőle. A főnök? Kövessen, kérem. Jó, hát nem akartok hozni, te is főnök vagy, az is jó. Mondja Tobi. Mondom, az mekkora lenne, én felszállnék a buszra, utasnak. Azt navigálnék. Figyelj, jön mögötted, barol. Az. De figyelj már is, akkor itt amúgy ez úgy működik, mert most így nem... Tehát, hogy te olvastál valamilyen részletes szabályt? Nem. Szerintem elindulsz, azt mész, hogy... Hát remélem. Elmagyarázzák, persze. Kíváncsi leszek. Hú, izgulok, persze. Három kannát, jó? Figyelj, senki... van ott egy buszos kollega még, jó? Van, nem csak elszeg. Ejj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 
ezzel hátrányba lesztek szerintem. Meglátjuk, a franc tudja, lehet, hogy közben sérülékenyebb. Soha nem lehet tudni. Nem tudom.
Szerintetek ki fog nyerni? Én! Én, te mi? Persze, hát most mit mondjak erre a kérdésre, hát figyelj! Meglátjuk. Az nyer, aki lesz. Az egész roncsderbi alatt itt tud állni, és nem esik le. Uh-huh. Sok sikert. És a fogadásokról lehet valami tudni, hogy áll a... Szerintem a fehér öltöny is úriembernél lehet fogadni. Aha. Jól van. Hát és akkor fogadj magadra, én azt gondolom. Hát, gondoltam rá, de hát az 5000-es beugró bőven elég nekem. Uh-huh. Több volt, mint elég. De miért? Ki volt írva, hogy itt is lehet? És hol van? A főnök mindjárt szólok neki. Pillanatot kérem el. Mert amúgy azt írta ki, hogy itt is lehet. Főnök úr? Itt vagyok. Jó, na, megjött az eső is. Itt a főnök úr. Jó, az kell az. Igen, hogy ne. Fogadni? Lehet. Nagyba? 2600. Kicsit fickós a motor, jó lenne bele a buszba is, akkor aztán hello. Mennyi ilyen? De Tabitha, amióta ebben a városba érkeztünk, nagyon-nagyon birkózó szartevős vagy. Nagyon. Hallod, úgy befeszültem. De nézd meg, a mentős is jön. Jó. Hát az, gondolom neki kell, hogy itt rész legyen ezen a rendezvényen, tudod, itt azért agyászkódás, stb. Nem, de majd ezt meg tudsz adni ezeket, kannákat? Tesó, proti. Kannákat tudsz. Kösd be magad. Kannákat tudunk. Jó. Importálni. Azt a rohadt, de kajak. Ugye? Itt szerintem az összes autót meg kéne fordra tankolni. Busszal? Nem is értem, mit akar busszal? Hát a Samu, én nem tudom, hogy mit akar, de lehet, hogy neki van igaza egyébként, és hogy a busszal... Figyelj, szerintem ezzel jobban el tudsz mozogni azért. Én is, nem csak arra kell gondolni, hogy nem csak arra kell gondolni, hogy zúzol, hanem ugye elmozogsz. Ja. Viszont az biztos lassú lesz. Hát figyelj, meglátjuk, ez most már lassan eldől. Hát igen. Nem tudom még, hogy mit szereztek nekem itt a kollégák intézték. Egy gyors kérdés, csak annyi, hogy kíváncsi vagyok. Halad a dolog, tehát elindul, körözzünk, oké, és van-e valami time limit? Tehát, hogy vagy tényleg az utolsó, tehát addig megy, amíg az utolsó autó fennmarad. Ez az utolsó vérig fog folyni. Tehát akkor lehet, hogy simán benne van az, hogy itt mondjuk egy busz marad fönn, meg egy autó, egy kicsi, és akkor Istenben nem találkoznak össze utána már. Jó, kíváncsi leszek, jó? Itt lesznek bajok. Lesznek. Már elindul, jó, így gyönyörű lesz így. Alig várom. Jó, gyerek, de hát ez így nem jó, ha egymást széttütjük itt az elején, te. Hátrébb jövök, mert... Így. Kicsit hátrébb jövök. Na, csak várj egy kicsit, kiebb állok a korláton, szerintem nagyon ráálltam. Oké, akkor így. Így már jó. Csak nem akartam ledurrantani. Ja, ne szorítsunk be már az elején. Ja. Easy rider, ízítsák a motorokat. Aha! Azt még meglövi azt a benzint, a hülyét kapok. Hát vannak. Hát úgy izgulok, hallod? Nézd meg a csávót a látótéren. Srácok, azért magatokat szerintem majd. Hát figyeld, azokat a ruttáncokat nézzétek ott. Azaz! Azért. Van motiváció. Az biztos, szurkolnak. Hát beszarok. Szurkolnak, hogy betörik a fejünket. Jó Istenem. Ennyien megyünk amúgy, az a hátsó két busz az semmi, meg az a kocsi? De szerintem azok másik irányba indulnak el, tesó. Jó! Szemlélet! Atya Isten. Ojaj. Oha! Oha! Te mi megkapod? Jó, el tudtunk menekülni, srácok. Most túl kell élni egy ideig. Hú, hallod, úgy izgulok. Én nem is hallottam amúgy a pisztoly dörrenést. De ott sokan mennek. Csak durrancsák már ki egymást. Figyelj, mert itt bevárnak, készen vagy. Hú, figyeld. Átizélom. Megszivatom. Júj. Te a buszokkal mi van? Hol a Samu? Ajajaj. Hoppá, egy már meg is halt. Jó, úgysok már nem leszünk, srácok. Ajaj. Aha. Ott látok egy... Azt mit csinál?
A hülye bar... Jaj! Jaj! A hülye barma. Ne! Baszki, hogy a Samu nem lát. Jó. Az a Samu volt. Én vagy... Jaj! Rohadj meg, Samu! Jó, vele nem tudjuk mi lett. Srácok, próbálok még okosodni. Ott is áll egy már. Nagyon még nem durrantottuk szét az autót, de az a rögtön, hogy a Samu hogy keresztbe állt. Hát az mi volt? Oké. Szépen chillesbe kell menni, nem tudom mennyien vannak még. Aha, az ott mi volt? Oda leestek. A hülye! Az a Samu volt. A kis büdös szarházi. Ajajaj. Hát figyelj, én itt lehet megállok ám. Várakozó állásban. Én azt akarom, hogy szétdurrantsák egymást. Az majd lesz valami. Ott a buszoktól félek nagyon, az a rohadt nagy helyzet. Oké, ő se akar semmit, jó? Figyeld, figyeld! Hát ez a busz, az zseni. Tök ki vagyok attól a busztól. Ajaj, taktikázni kell. Csak az a baj, sehova nem lehet kidurrantani őket. Pedig valahova be... Kikerül. Ó, de ügyesek voltunk. Szépen meg tudtam állni. Kicsit nekem jött, de igazából ennyi. Ajajajajajaj. Nyugalom, nyugalom. Ott a Samu, megint előrefele jön. Jaj, ne! Te köcsög! Le fog rohadni egyszer a Samu, ezt csinálja. Az a baj, nem tudja, hogy én vagyok. És mi van, hogyha kifogy a benzin? Na jó, támadjunk egyet, srácok. Egyet. Itt kéne valahogy az embereket kilökni a többi közé, oda? Oda lehet. Csak nem érem utol. Samu meg itt nem ott van már. Hol van a Samu? Figyeld. Hoppá! Kicsit sikerült meglökni. Aha. Aha. Baszki! Próbálok azért úgy neki menni, hogy a hátuljával, az autó hátuljával, hogy szépen... Aha, ők meg már ugrálnak át, hogy szépen megmaradjon épségben az eleje az autónak, tehát a motor ne menjen gajra. Bár nem tudom, ez hogyan tud sérülni. A kis szarházi. Belém durrantott volna onnan, vagy mi volt az? Na, figyelj, most ő akar itt izélni. Tacsticsolni. Nem tudja, hogy én milyen májel vagyok. Jó, figyelj, nem lettünk utolsók, ami már fix. Aha. Uh-huh. Ak, szemét! Kapd el, hogy... A rohadt életbe. Annyira már nem megy. A hülye neki ment a izének. Figyeld! Jaj! Jó, el tudtunk zúzni. Oh, ez mi volt? Mi jött a szembe? Na most kell vigyázni, srácok. Ah! Jó, még élünk. Ő? Ő már nem él. Akkor azt most hivatalosan mi öltük meg? Megnézzük, hogy a buszok jönnek-e szembe, mert ha jönnek, megfordulunk. Ah, nem mert bepróbálkozni. Azt sem mert bepróbálkozni. Szerintem mi is megfordulunk, mit szóltok, ott vannak a buszok. Oké. Okay. Jó. És ki nagyon élvezem, srácok. Velük mi van? Hoppá. Ők nekik annyi. Rip.
Jön a busz. Aha. Fél nagyon rám jött a csávó. Figyeld. Nem sikerült. Na itt mi van? Busz? Egy busz off. Ott van még egy busz. Szerintem most kéne megfordulni. Rohadtul most. Uha! Az a Samu? Nem láttam a Samut. Lehető volt, nem tudom. Nem láttam semmit. Mi még élünk. Kicsit már szétment az autó. Kicsit lassabb is, meg ilyenek. Nem tudom, a hátuljába kéne a többiekbe belefarolni? Vagy hogyan lenne a legjobb tactics? Hoppá, ez meg az út közepén van, te. Aha, már látjátok, mi van itt. Oh! Ne! De jól kapott el! Ne! Ennyi voltam? A rohadt életbe. Rohadt életbe. Baszki. Ennyi volt nekem, srácok. Rohadt életbe. Hát ez sajnálatos, de szerintem elég sokáig bírtuk. Nem tudom, hogy a Samu az még megvan-e. Hogy ő van-e a busszal, avagy sem. Úgy sajnálom, pedig olyan jól ment. Annyira jól ment. Azt egyszer csak így off. Na megnézzük, hogy ott-e a Samu. Na mi van, Samu? Szevaszt! Kiestél, te is ebben jól a pillanatban estem ki, igen. Figyelj, itt az történt, hogy itt raktak ilyen buszcsapdákat, azt így láttam, odatolattak a korlátnak, azt annyi volt. Én forgulódtam össze-vissza, nagyon sokáig bírtam szerintem. Sokáig bírtad, meg amúgy a busz az nagyon stapabíró, tehát az nem volt rossz ötlet egyébként. Jó nagy szarházi volt, egyszer láttam, keresztbe tetted a buszt valahol. Persze. Azt engem tudtál majdnem elvinni, csak gyorsan átslittyantam. Az a baj, fogalmam nem volt, hogy van, melyik autóba tetszett. De látom, hogy már, amúgy próbáltam számolni is, hogy hány autó esett ki, tudod, így néztem, nagyon hogy valami 14-en indultunk, 15-en, valahogy így, nem tudom nagyon pontosan. Nagyon sokan estek ki. De igen, a kis autó azért tényleg azért kevésbé bírta. Ja. Na itt van még egy busz, meg még hát ez a busz, ez még tök fullos állapotban, ne csináld meg. Aha. Hát igen, a kis autó az a baj, hogy ugye, hogy azért az nagyon könnyen szét tud. Hány van, 4-en? Hol? Merre vannak? Ott aha, van látom. Hátul a busz, egy busz, aha. Az biztos, hogy busz indul nekem, neki még egy szajt lenne ilyen. Jaj. Hol van? Kettő busz van, srácok, kettő. Hol van Black? Akkor hárman vannak, kettő. Tehát nem is füstölt, úgy képzeld egész végig. Hol van Black is, nem tehát. Egy percig, csak most megadta magát. Jaj. Ez a Louis Vuitton póló. Hát ezt sajnálom, hogy nem én nyertem fenébe. Hát ja, az a 35 az elfért volna nálam is. Az biztos. Persze. Na, hát figyeljen, igazából lesznek még rendezvények a részült, tehát jövünk, biztos mindenképpen jövünk, mindenképpen olvassuk időben, jövünk, ez nagyon, nagyon jó volt. Gyerünk, mindenki jöjjön. Gyertek, tánc van, mindenki. Mindenki a busz tetején, aki itt van, az táncoljon. Azt elébe kapta a korlátot. Nekem még fáj a nyakam egy kicsit, úgyhogy én még nem táncolnék. Vegyétek elő a világító rudakat. Már dildókat? Júj. Én kaphatok olyan dildót valahol? Én ilyen lazába tolom, srácok. Uraim, biztonságosabb lenne itt lenne egyébként. Lemegyek. Szerintem, mert... Nagyon veszélyes. Figyelj, én nagyon nyomom. Lejönnének onnan, kérem, mert ott azért... Kicsit veszélyes, tehát... A lábam ki fog menni a bokám. Egyszer ki fogják fizetni. Mit fényképez, Gecsit? Hát CV2-től maga a... CV2-től van az úr. Adtam már interjút. Maga nagyon cuna, maga nagyon cuna. Na, szépen! Gyere, táncolok neked. Figyeljenek, kiestünk. Valja, CV2-től. Valamelyikötök ellenünk miért. Táncolja már, táncolja már. Na, mi történt? Hogy történt? Maga a tetszvére ennek a trásznak? Vagy
Már nagyon úgy néznek ki, ilyen tetszbériesen. Abszolút hasonlítunk. Két busz maradt. Akkor kettes szint előtt akarnak adni? Az ott kamp. Na, én már adtam, Brami. Elég volt bőven, maga nem akar adni? Dehogy nem, adok. Hát, hogy nem. Uram, kénytelenek leszünk kidobni a rendezvényről, hogyha nem tud viselkedni. Nem, én viselkedek. Elutasítják a... Interjút csinálok. Egyet már csinált, úgyhogy... Na gyere, kérdezzél, mondjad. Jó van, ahogy hívják a dulat? Tóbiás. És nézze, hogy táncolok. Ugye? Oda nézzél. Na, vége. Hallasz Spielberg, szerintem szarfele nézel. Menjél már ki a kapuból, légy szíves. Jó van, két van. Hát ez egy jó interjú volt. Két van, nem érdekel, nem hallok itt tovább, Dick. Mi történik? Média szakember. Úristen, verekedés. Srácok, nem árt. Na mindjárt beszállok én is okolóval. Ki van itt? Ajjaj. Boktolni akart a bátta? Te. Te tunnan nézel le nagyon. Senki nem nézett csúnyárad. Abszolút van, senki. Van. Ulam, menjél már innen el. Na. Nem csinál, nem illottad. Te forgatókönyvet illak minden. De ne forgatókönyvet, D, mert menj innen el. Nem is, semmiféle forgatókönyvet. Nem, te sose tudod, mi a jó stíl. Nem pillanat, merre vannak. Egy részt a sütőzsebbe. Hoppá! Innen aztán befejedem. Akkor elveheti a HD gépemet, hozok még egyet. De nem. Menj, mész ki innen. Tink, jó lesz az! Na, kimegyünk. Értem. Én nagyon táncoltak ezek között. Na, ott meg mi van? Már ennyi volt neked, fiú. Hál' Istennek, kivitték. Na mi van, vége a versenynek? Azt nézem, hogy ki volt a nyertes pont. Egy rendőr, Laponyi. Én! Laponyi lett a nyertes! Egy Laponyit amúgy adnék ezek után, csak... Ki utal még nekem? Ki lett a nyertes? Mi történik? Ugyanazom, kérem, mindenki menne a dékbe. Ujjjjj, futok. Át tudom adni öröttek ezt az urat, aki verekszik. A besélynek majd szólj már, hogy utalj. Én nem belekedek. Hát ez a riporter, ez a TV2. Én a TV2 vagyok. Jó, dobják ki. Ne dobják ki, banahéja dobkodjak. Jó, Istenem. Tobi, lőttek, bazd meg. Na, hallottam. Lehet lőve, vagy szé a média, cula. Nem, az itt van, itt okoskodik. Itt jön, vigyed. Na jó, hát figyelj, igazából nem voltunk olyan szarok szerintem, hozzánk képest. Nem nyertük meg, de nem volt rossz. Motojogni! Magát elengedték? Hagyja már őket, békén! Jó van, elmedek. Na, hát ki ez? Gyújtjátok már fel, légy szíves. Hogy gyújtom? Na, azt lesz, geci. Köszönjük szépen a szolgáltatásukat, hogy ezért itt... Nincs. Helyjel kezelik azért itt a adatvédelmet. De milyen bunyók vannak ott? Személyi jogokat. Persze. Volt ott bunyó, hát az valakiből kibassza azért. Hát nem tudom, az a baj, nagyon sokan vannak. Ugye a jelentkezők is, mind a nézők, így azért elég nehéz kordába tartani őket. Ja. Nem, vagy türelmesek vagyunk. Egyébként tök szimpatikusak nekem, esetleg egy telefonszámot kaphatnék? Én megadom, persze. Ön a Sziszka, ugye? Így megjegyeztem. Ez a szakáll nagyon Sziszka. Ja, én mutattam. Köszönöm neki. Szépen. Ugye milyen nagyon fenyítős volt az előbb, amikor még nem nyilatkozott meg, csak hát na, elment fodrászhoz. Pedig mondtam neki, hogy fenyítősben volt ez a ilyen punk-szerű volt. Na, szóval a telefonszám. Igen, én lennék a Tóbiás. Nagyon jó, elmentettem és rögtön írok egy SMS-t. Jó. Ami alapján te is el tudsz menteni engem. Mert azért is szeretném elkérni a számukat, mert lesz egyébként még egy rendezvény elvileg a mai nap folyamán, hogyha van idejük rá, persze, és a városban maradnak, így van, és a városban maradnak, elvileg egy bulit szervezünk. Uram, menj innen el! Na jó, valaki ide tudna jönni, légy szíves, tehát akinél lesz van is valami, jó? Srácok, mert... Lesokkolom, bazd meg. Na jó, lesokkoltál. Jó, köszi Smoke. Smoke elintézte.
Smoke elintéztem el, nem bír magával. Igen, légy szíves, csináljatok már vele valamit, mert hihetetlen. Belelövöm a tóba mindjárt. Na, hol polgármester? Na szóval akkor, és öntől esetleg? Én Samuel vagyok. Samuel, rendben. Vagy Samu, ahogy tetszik. Milyen Samu? Akkor Samu lesz. Igen. Az rövidebb, meg egyszerűbb is, igen. Maguk testvére? Így van. Kicsit hasonlítanak egyébként. Szerintem hál' Isten nem, de igen. Nem, de ikrek nem vagyunk, hál' Istennek. Nagyon jó. Csak mondtál a háttérbe viszik. El is mentettem, és akkor írnék önnek is egy... Te soha háttérben megnyissuk a csávót, kifelé. Látom, basz. Így. Köszönöm szépen. Elvileg megkapta az üzenetet. Neki mentek az ajtónak. Nem találkoztam még vele, amióta itt vagyunk. Ha lelátom őt... Illetve... nem tudom, mióta vannak a városban. Lenne esetleg, hogyha a későbbiekben ugye a buli folyamán ott lesznek, akkor ott szeretnék magukkal beszélni még egy pillanatra, hogyha lehet. Uram, ön itt a rendezvény szervező? Oké, meglátjuk, nem tudjuk még, hogy ott leszünk. Én volnék az egyik, így van. Itt van a polgármester. Nagyon jó. Üdvözlöm, uram. Joseph Gambino vagyok, a rendezvény szervezőktől. Ide hívom rögtön a főnökömet, a főnököm szeretett volna önnel minden áron beszélni, rendben. Jól van, rendben. Főnök. Nem is a tesó. Mármint gondolok itt főnök alatt, ugye. Köszönnék, aztán itt vagyok, igen. Bukó. Jó. Itt vagyok. Gyere, itt a polgármester, jó? Gyorsan. Szép napot. Mennek a városból, vagy mi lesz? Hát terveztünk, igen, távozni. Még megmutatjuk. Elvigyem önöket valahova? Meg egy fuvar. Hát, elméleti szinten. Jöjjön, de hát az autónk itt van. Írom ki, hogy eredményhirdetés, senki nem. Gyere egy picit. Jó, akkor menjen. De köszönjük szépen. Ott a busz előtt lenne. Oda menjen fel a busz tetején. Csak sem most nem lehet bemenni. Oda most nem lehet bemenni? Hát a garázshoz, ha. Akkor én lehetne. Mindjárt jövök, addig ideállok az autóval, hogyha esetleg. Menjetek be a busz elé, mindenki, ott lesz az eredményhirdetés a busz előtt. Az ördek a hajáról lenne kíváncsi, hogy hogy vesztett ilyen gyönyörű női hajót. Hibátlan az a haj. Esetleg van problémája az úr. Nem tudom semmi. Csak akarok tudni én is. Tudja, nekem régen rossz hajam volt azt. Gondolja személyesen felbírom kötni magának a haját. Hát nem lesz. Hány mert költség fölétszi? A haját. Na. Szóval, üdvözlök mindenkit, Rico Granucci vagyok. A Los Santosi önkormányzat elnöke. Mondjon le. Azt ki mondta? Szóval nagy örömömre szolgál, hogy ilyen sokan itt vagyunk. Nagyon tetszett ez az egész. Természetesen a közeljövőben még lesz ilyen rendezve. És hát örülök, hogy a legelső részt vehettem. Számomra nagyon élvezetes volt. Na, köszönjük. Hát jó volt, taps, na. Taps. Nem tudom még így most mit mondhatnék. Mindjárt lövöldözök is. Semmi gond, legyen tánc. Zsabos, ahogy hallottam, lesz még egy jakton, egy buli. Sok szeretettel várok mindenki, természetesen mindenkivel tudok ott beszélgetni. Helikopterrel majd. Az elnök úr fizet, ugye? Az első kört állom természetesen. Na, ennyi. Az adómból legalább ez visszajön. Pontosan. Már megéri az adót fizetni. Mit? Ja, igen. Melyik a nem mindegy, hogy milyen szar íze van, de melyik a legdrágább ital? Hát a viszki testvérem, a viszki! Csak a Jack. A gyermekeket nem áll módunkba kiszolgálni, azt leszögeztük az elején. Akkor én megyek. Kapnak kakaót. Szegény Laponyi. Illetve megkérek szépen mindenkit, hogy kulturáltan viselkedjünk ezen a bulin. Mit mindig? Nem szeretném, hogy esetleg lövöldözésbe vagy hasonló dolgok. Sose volt még olyan. Bombát viszek! Na, mindenki áll engem, hölgyek urak. Laponyi, igen. Elég szoros volt a verseny. Gratulálok mindenkinek hozzá. Sarokba bujkát! Oké, mindenkinek van a saját véleménye, most ne hangosan gondolkodjon, uram. Szabályos volt, ahogy cselekedett, milyen a szövetség az engedélyezve volt, meg az se volt szabály, hogy ezt nem csinálhatják. Szóval a nyertes Laponyi Zsolt, rendőr úr,
Köszönöm szépen, köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek, hogy ilyen szép számmal eljött. Gratulálunk, gratulálunk. Gratulálunk, gratulálunk. Azt hallottam, hogy rendőr hálapénzt nem fogadhat el. Hálapénzt. Hogy ezt a város az államnak le is adhatja. Szolgálati ruhában. Szolgálati ruhában, vagy a derbizia. Ez ilyen civil... Mászkálós, Jéz, mászkálós, mászkálós póló. Igen. Mondjál nekik, hogy mit csinálják. Mondjon le! Superwoman! Gratulálok, Mr. Laponyi! Nagyon szépen köszönöm. Én az első kettő körre a vendégem. Nagyon szépen köszönöm. 35 ezer csak megoldja. De várjatok, egyet az elnök úr fizet, egyet a Laponyi, nem? Így van, így van. Jó, én is állok egy kör mindenkinek, jó? Nem drága piak-e? Sőt, kettőt is. De akkor 20 perc múlva a móló végén, oké? Rendben van. Még egyszer köszönöm, hogy ilyen sok szép számmal eljött mindenki, és gratulálok mindenkinek. Ez egy közös győzelem volt. Mindenki győzött, uraim. Na, dehogy győzött mindenki. Nem, abszolút nem, abszolút nem. Akkor mindenki szeretne kérni 35 ezret. Én szeretnék megköszönni a rendezvény szervezők részéről. Ez viszünk innen. Köszönjük, viszlát. Uraim, hölgyeim, üljünk be egy buszba, és valaki kivezet a jobb. Vagy a mi jobb. Na, én csak állom. Hát de melyik van még dolgás állap, nem hallok semmit. Az a busz, abba szálljon be mindenki. Na mi legyen? Micsoda kis gácsi voltak te. Hú, de is mondd te csókám. Jó Istenem, hát azok a kis virgácsok alatta, heee. Végigérő combok alatt. Azaz, menjünk egy kicsit haverkodni velük, nem? Menjünk! Hát igazából, hogyha csak szeretnél. Rajtad múlik, nekem mindegy. Ja. Hát először is, kéne valami ruha. Na. Tehát én így nem megyek jaktbuliba, tehát hogy ahol a polgármester meg a tököm tudja, tehát hogy így melegítőgatjába tesz. Csak nem fogjuk komolyan tudni, hogy hogyan kerülünk akkor utána oda. Hova? Hát a buliba, nem? Elvigyem önöket valahova. Az lenne a kérdésünk, hogy ön tudja, hogy hol lesz majd a buli? Nem. Na. Jöttök a bulira? Hogy? Jöttök a bulira? Hát pont majd, azon agyalunk, tudnánk, hogy hol van, akkor hogy szeretnénk majd menni, csak előtte át akarunk költözni, hogy mégse így menjünk ide, oda. Csak nem tudjuk, hogy hol köteget lesz. Hát csak nem tudjuk, hogy hol lesz a buli maga. Buli? Az igazából mindegy, egy publikus garázshoz, hogyha el tudna valaki, én azt megköszönni. Gyere, tesa! Gyere, tesói! Bocsi, de erre nem fülünk fel ketten, nem? A hárman összesen. Ja, van, jó. Hát akkor, jó, Tobi. Szeljel. Nem? Hoppá! Hoppá! Tobi! Értem én, hogy benned van vérde az én a... Bocsánat, a vérem az élet. Ez egyébként ilyen városi. Uraim! Igen? Egy pillanat. Uraim, egyébként azt még felajánlanám önöknek, hogyha amennyiben szeretnék, el tudjuk önöket szállítani exkluzív módon a helyszínre, hogyha a parti, hogyha szeretnének a partihoz csatlakozni. Hát csatlakozunk, de nem kell minket cipelniük, ne aggódjanak, csak most elmegyünk átöltözni. Ez nekünk nem teher igazából, mert amúgy is ugye, mivel szerettem volna önökkel a bulin beszélni, így akkor megejthetnénk ezt a beszélgetést ott a helikopterben. Akkor, hogyha visszajövünk helikopterben, ide, Tobi, hallottad? Jó, csak át kéne öltözni, hallottam, igen. Tobi, helikopterben. Gyöszep engem, nem akartak, Emi? Hát az abban, igen, hogy át akarunk még öltözni először, tehát vennünk kéne ruhát. Jó. Alkalom vízidőben nem nagyon van. Értem, rendben van. Majd, hát akkor telefonálok egyet-kettőt, és akkor majd csörögjenek rám, hogy hol vannak. Jó, akkor keresünk valami olyan helyet, ahol így mondjuk le is tudsz szállni, vagy... Igen, légy szíves. Légy szíves. Jó, jó, és akkor csörögjenek, hogyha kész vannak, meg minden. Oké, okay, rendben, okay, mindenképpen. Hello. Köszönjük, hello. És hát ennyi is volt, köszönjük szép, hogy itt voltatok, hogyha tetszett, akkor egy lájkot nyomjatok. Hello, szevasztok. I saw but my run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling.